Február 26-án szombaton 19 órától a Sepsiszentgyörgyi M Stúdió Mozgás Színház a Pappa Mia című előadást játssza Kolozsváron. Márton Imola művészeti vezető tájékoztat a részletekről. Márton Imola, az Erdély Figyelő vendége. Jó napot kívánok, szervusz Imola! Jó napot, szia! Na hát a látványos, energikus előadásaitokat már sokan ismerjük, és meg is szoktuk, hogy elhozzátok Kolozsvárra, de azért néhány szóban azok kedvére, akik nem ismernek annyira benneteket, kérlek mutasd be az M-stúdiót, a Sepsiszentgyörgyi M-stúdiót. Igen, hát az M-stúdió gyakorlatilag 16 évvel ezelőtt, tehát 2005-ben alakult. Urai Péter volt az akkori művészeti vezető, és hát egy Kolozsváron végzett színész évfolyammal alapították közösen Sepsiszentgyörgyön a társulatot. És hát mindig, amikor megkérdik tőlünk, hogy milyen műfajt képviselünk, mert ugye a nevünkben igazából ott van a mozgásszínház, de nem szorítkozunk csak erre, tehát hogy valahogy mindig arra törekszünk, hogy kortárs tánc előadásaink is vannak, fizikai színházi előadások is, néha prózai színházi előadásokat is hozunk létre, viszont mindig az útkeresés, meg a műfajok közötti átjárás az elsődleges célunk. De hogy mindenek előtt azért kortárs tánccal meg mozgásszínházzal foglalkozunk, és hát valóban a kolozsvári közönség egyébként nagyon, nagyon sok előadásunkat láthatta már, mert így hát amennyire mondjuk az utóbbi két évben ugye a járvány miatt kevésbé volt lehetőségünk utazni, viszont máskor azért törekszünk, hogyha nem is minden előadásunkat, de legalább úgy 50-60-70%-ban vigyük el Kolozsvárra is. Igen, akkor most érkezik a Pappa Mia, már a címe nagyon vonzó, meg csalogató. Ez egy nonverbális előadás. Mi az, amit el tudsz árulni nekünk róla? De úgy, csak annyit, hogy azért menjünk el megnézni. Igen, hát ez nem tudom, hogy pont ezért el fognak-e jönni a nézők, vagy nem. Egyébként az Abbához, meg a Mamma Miához nincsen köze az előadásnak. Hát az előadásról alapvetően azt kell tudni, hogy ugye Fehér Ferenc, ő már egy ilyen visszatérő koreográfus az M-stúdiónál, a Pappa Mia az ötödik produkció, amit nálunk rendezett. Az előzőekhez képest egyébként egy teljesen más színpadi nyelvezetet képvisel ez az előadás. Ahogy te is mondtad, egy nagyon-nagyon dinamikus, borzasztóan színes, és egyszerre hát ez olyan típus előadás, ami folyamatosan lavírozik a humor, meg nagyobb súllyal rendelkező témák vagy kérdésfelvetések között. És hát aki az M-stúdiót ismeri, vagy több előadásunkat látta, ő is egészen biztos, hogy fog teljesen újat, meg teljesen mást kapni az előadástól. Aki látott már Fehér Ferenc előadást nálunk, azok számára is abszolút újszerű tud lenni. És hát most per pillanat igazából az egyik legfrissebb, meg az egyik legnagyobb lehetőségeket magában rejtő előadásunkról van szó, vagy hát legalábbis reméljük, hogy most, ahogy egy picit a világ megint elkezd kinyílni mindenki előtt igazából, így remélem, hogy mi is fogunk tudni utazni. Tehát Fehér Ferencről azért tudni kell, hogy az előadás koreográfusa és zeneszerzője is. Így van. Így van. Igen. Akkor most beszéljünk egy kicsit az előadás zenei hátteréről.
Hát igazából Fehér Ferenc, ő gyakorlatilag úgy szokta a zenét szerezni az előadásai, aztán saját előadásainak is ő készíti a zenét, illetve nálunk is az ötből, amit nálunk rendezett négynél, ő volt a zeneszerző, és hát nem meglévő zenéket használ fel, vagy legalábbis ebben az előadásban nem meglévő zenékből indult ki, hanem gyakorlatilag ahogyan ő nyilván koreográf fiailag, ahogyan felépített a jeleneteket, ahhoz képest szülte meg a zenét is. Ez egyébként mindig egy ilyen érdekes kérdés ilyen előadások esetében, főleg, hogyha a koreográfus ugyanaz a személy, mint a zeneszerző, hogy mi van előbb a zene, vagy pedig a koreográfia is. Én azt hiszem, hogy Fehér Ferencnél ez ilyen nagyon-nagyon szervesen alakul együtt ki gyakorlatilag. Tehát, hogy, és azért is nagyon hálás szerintem az, amikor a zene is, meg a koreográfia is ugyanannak az alkotónak a munkája, mert hogy folyamatos, tehát hogy a koreográfus érzi igazából a legjobban, hogy milyen zenét hall egy adott jelenet mögött vagy alatt. Én itt úgy látom, tehát ezeken a pár képen, amit elküldtetek nekünk, hogy a dinamika megmutatkozik azért a jelmezek és a világítás terén is. Abszolút igen, tehát hogy erre tudatos törekvés van egyébként emögött, hogy azt gondoljuk mi jó színházi előadásnak, ahol a fény is, meg a jelmez is, meg a zene is például az nem csak funkcionális, hanem egyébként dramaturgiai szerepe is van valamelyest, meg az a jó, hogyha egy előadásban igazából ezek a különböző rétegek, ezek abszolút tudnak szervesülni egymással. És én azt hiszem, hogy ebben az előadásban ez maximálisan sikerült, remélem, hogy a nézők is így fogják érezni. Az igaz, hogy technikailag és fizikailag egy nagyon nehéz munkán ment végig a társulat, ez az egyik, hát fizikailag is megerőltetőbb előadásotok? Ez igaz? Így van. Igen, tehát a színészek is, illetve a koreográfus is egyszer erről beszélt, hogy valóban egy borzasztóan nehéz próbafolyamat volt. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon pontosaknak kell lenniük a színészeknek, tehát hogy a koreográfia, meg ahhoz, hogy az előadás jól működjön, ahhoz nagyon nagy fokú precizitásra van szükség, de közben meg, mivel a színészeink elsősorban nem táncosok, hanem színészek, ezért megvan az a belső késztetés is, meg ez is adja az előadásnak a gazdagságát, hogy azért színészi játékot is visznek bele, tehát hogy nem csak egy esztétikai szempontból összeállt koreográfia, fiát lát a néző, és ugye ezt összehangolni, hogy a színészi játék, ami néha improvizációt is magában foglal, ezt így nagyon szépen összehozni a pontos koreográfiával, és hogy technikailag is abszolút rendben legyen az előadás, ez valóban nagyon nehéz. És még annyit ezzel kapcsolatban így elmondanék, hogy a negyedik előadás, amit Fehér Ferenc nálunk rendezett, az a Lift című volt, amit szintén játszottunk Kolozsváron is, és azzal nagyon sokat utaztunk egyébként a világban is, és annak idején, amikor azt az előadást bemutattuk, akkor a színészeink azt mondták, hogy ez volt az a nehézségi szint, amilyen még nem volt az M-stúdiónál. És én a Pappámia még ezt is meghaladja most. Talán igen. Aztán lehet, hogy évek múltán majd könnyebbé válik, amikor, nem tudom, amikor mondjuk már 2 éve, 3 éve játsszuk az előadást, de most még egyelőre azért igen kihívás. Imola, általában teltház előtt játsztok meg nagy a sikeretek. Most mire számítotok Kolozsváron? Illetve hát mondjál néhány szót a nézőinknek, hogy miért menjünk színházba? Miért menjünk megnézni benneteket? Hát hogyha én mindig úgy szoktam ajánlani az előadásainkat, hogy az a jó az M-stúdiós előadásokban, hogy egyszerre hatnak intellektuálisan is, és ugyanakkor meg a különböző érzékekre is. És az is rendben van, hogyha az ember nem akar föltétlenül értelmezni, meg nem akar kulcsokat keresni az előadáshoz, hanem egyszerűen csak beül és élvezi azt, ami történik. Mert ugye nagyon dinamikus, nagyon izgalmas zenét hallgathat egy órán keresztül, meg hát elcsodálkozhat azon, hogy azért a mozgásszínház az néha nagyon-nagyon nehéz.
És hát a teltházat illetően, itt ugye most 30%-os teltházakról beszélhetünk egyelőre. A tudomásom szerint a 30% az már betelt, tehát most per pillanat már nem lehet jegyet kapni az előadásra, viszont abban reménykedünk, hogy ahogy a fertőzöttség iránta, hogyha csökken, akkor is lesz erre lehetőség, akkor talán még néhány jegyet fel, vagy néhány helyet majd fel lehet még szabadítani, hogyha lehetőség lesz arra, hogy 50%-os teremmel játszunk. És akkor még egyszer, mikor és hol látható Kolozsváron az előadás? Február 26-án az East Social Art and Social Area-ban, és este 19 órától. Sok sikert nektek! Sok sikert a Pappamiának, és köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél. Szervusz! Köszönöm én is! Szia!